Hát sziasztok srácok, én Sajt32 vagyok és köszöntelek titeket ebben a mai videóban. Visszatértem egy újabb 10 perces kihívásra, amiben mélyebbre megyünk, mintha bányászni mennénk. Lemegyünk a Netherbe, azon belül is az erődöt megkeressük. Ugye erre is 10 percünk lesz, még nem voltam lent a Netherbe, szóval fogalma sincsen az, hogy megtaláljuk azt az erődöt, avagy nem. Vagyis hát ezen a mapon nem voltam még direkt a Netherbe, hogy elsőnek jussak így videóba lesz, szóval nem láttam, hogy van a közelben, nem fogok csalni. Srácok, és indítsuk a 10 percet, és jó, 959, repüljünk srácok. Hoztam magammal egy Diamond Pickaxe-et, plusz egy kicsi torcsot, meg egy kis homokot, és hát inkább dörtöt, hogyha véletlen megakadnánk útközben. Elve betölti nekünk a mapot, és nagyon remélem, hogy nem izé alá spawnoltunk. Jó, azt hittem azt, hogy valóban rossz helyre spawnoltunk. Hát, hello, Nether. Oké, okay. A Nether vár minket, nem adta meg az achievementet, juhé. De szerintem azért, mivel kreatívban voltam az elején, hogy be tudjam addolni magamnak ezt a három cuccot. Hát, szerintem itt a közelben nincsen erőd. De még azért nem futunk ki az időben, még van 9,5 percünk majdnem. Hello erőd, én szerintem leesek ide hozzád. Hopszi, jups, asztorolt, ez bevállalos volt, azt hittem ebben még bele is halok. Hú. Az anyját, hát kezdjünk el srácok futni, nincs más tenni, mint keresni kell. Hát eddig itt a Nether elég békés, azt kell, hogy mondjam, mivel peacefulba vagyok, nem kell, hogy itt legyenek nekem még mobok is, mivel a challenge nem arról szól, csak arról inkább, hogy találjuk meg azt a rohadt erődöt, de erre nincsen erőd, az egy biztos, mivel azt már látnánk. Na, jobbra, jobbra, el kéne mennem. Erre, hát szerintem át kéne majd ástunk magunkat az egyik hegyen, bár az a baj, hogyha nagyon vastag, akkor nem fogunk ki. Oh, basszus, azt hittem egy pillanat, hogy az az erőd. Ne szórakozz. Jó, az ott az erőd. Mondd, hogy az ott az erőd. Az mi? Az az erőd lesz. Ne, ez ugye az? Vagy valamit szar? Ez mi? Ez az erőd. Srácok, ez az erőd egyik pillérje. Megtaláltuk 8. Dehogy 8, 2 perc alatt megtaláltuk az erődöt, és nem csaltam srácok, látjátok. Most jöttem be a videóba először a Netherbe, azt a rohadt. Még hogyha itt meg szerintem, akkor csinálok is valami jóságokat, például felfedezem, mivel nem szabad ilyen hamar lezárni ezt a videót. Hát srácok, szerintem ez az egyik rekordunk a falukeresős videó után. Még sose volt ilyen sikeres egyik videó se. Szóval srácok, ki is kapcsolom az órát egy pillanat. 10 perc, igen, a vége a 10 percnek. Szóval srácok, hát induljunk meg, itt körbenézünk ez az erődbe, hát ha már ilyen gyakran, vagy gyakran ilyen jól megtaláltuk, akkor mit évők legyünk. Hát ez tök sikeres, remélem srácok, tetszik ez a videó nektek, hogy ilyen nagyon durvák voltunk, hogy egyből megtaláltuk az erődet. Jó, átmenjünk, mert szerintem itt fog folytatódni, vagy nem? Ja, hogy ott. Há, mi csak egy ilyen kis pillérjét találtuk meg neki. Éj, de kis cseles ez az erőd, bácsi. Hát, ilyet. Na mindegy, lényegében szerintem jól haladunk a felfedezése, bár igaz, elég hatalmas egy Nether erőd, azt tudom, valahogy csesztek is kéne, hogy legyenek a folyosón, eleve még nem nagyon villan elénk egy csesse. Jó, bibircsók az már itt van, akkor közelbe vagyunk szerintem már egy cseszthez is. Na, még egy bibircsók, még egy emelettel föntébb jöttünk, ott egy cseszt, yay! Ez volt még a célom így magamból, hogy ezt még megtaláljuk. Egy saddle, és egy diamond horse. Cucc, hát erre nekünk rohadtul nem lesz szükségünk, szóval... Na mindegy, még egy chest, óóóó, chesteső van, 3 vas, még egy szed és még egy flint and steel, hát ez... Oké, okay, kösz, gondolom azért, hogyha kilőni a izé, a ghast vagy a ghost a izét, a Nether portalunkat, akkor gondolom az a lényeg, hogy ezzel vissza tudjuk menni. Ne ragadjunk itt, mert az jó nagy szívás lenne, ha nem hoztunk vasat és itt ragadunk, szerintem akkor csalás nélkül nem is lehet visszamenni. Szóval lényegében ennyi. Szóval srácok, lassan szerintem lezárom ezt a videót. Picikét rövid lett, de hát ilyen jók voltunk, hogy ilyen hamar megtaláltuk ezt az egész erődöt. Szóval srácok, ez a videó ennyi lenne, én megint kívlak titeket sajtok, hogy ha tetszett ez a videó, akkor csináljátok meg, és kommentben mindenképpen jelezzétek, hogy nektek mennyi idő alatt sikerült ez a challenge. Semmit nem hozhattok magadat, csak tudjátok ezt a három dolgot, hogyha például így nekem fel kelljen ásni ide magamat. Szóval lényegében a
tudjátok, úgy kezdjétek el a számlálót, mielőtt bementek, benyomjátok, és utána jöhet a móka, és mindjárt meghalok, azt a rohadt. Hát jó, szóval srácok, csináljátok meg, ha tetszett ez a kihívás. Én remélem, hogy tetszett nektek a videó, hogyha élveztétek, kérlek nyomtok egy hatalmas lájkot, és hogyha szeretnétek még tőlem látni videókat, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Na, sziasztok!